Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma este ismét egy unboxing lesz, méghozzá egy Nikon D3300-as fényképezőgép, ami egy DSLR. A dobozán a 3 év garancia jelzés, a modell, illetve milyen optika van benne, mivel ez egy optikás kit, 1855-ös VR2-es kit, ami képstabilizátoros már elvileg. Itt vannak még bizonyos specifikációk az optikáról, de ezt bővebben Google-ba bárki megtalálhatja. A másik oldalán egy kép van, félig meddig és az optikáról a fényképezőgépről, illetve további specifikációk. A másik oldalán pedig, hogy mit tartalmaz a csomag. Van benne maga a készülék, nem akar fókuszálni. Újra tölthető elem. A töltő, USB kábel, audio, videó kábel, a CD a szoftverekkel, a könyvecske és a garanciája. Tehát HDMI logó, Mac-kel is kompatibilis, SDXC támogatással, rendszerkövetelmény, 10.9-as OSX, 10.8-as, 10.7-es, Windows 8.1, 7 XP, tehát az újabb technológiákat is támogatja. Másik oldalán a fényképezőgépnek a hátuljáról egy félig kép, illetve az optikáról, és hogy a színe, szóval fekete. Na hát, bontsuk is ki a csomagot. Nagyon egyszerű. Itt van maga a garanciapapír, a kis könyvecskéje. Majd kell regisztrálni a weboldalukon, hogy legyen érvényes a garancia. Itt van a kis telepítő CD-je, ezt most nem fogom kivenni, mivel nem lesz rá szükségünk. Mindent félreteszek. És akkor a dobozba továbbá. Itt van maga az optika. Egy picit leteszem a fényképezőt, ha bár így is ki tudom venni. De leteszem a kamerát. Szóval itt van maga az optika, Nikon, hátul a kis tárolója, sötét miatt nem sokat fogtok belőle látni, de itt vannak az autofókusz, stb. Hát most a telefonnak a fókusza nem az igazi, ezt le lehet itt venni, de most nem veszem le, itt ezt el kell távolítani, hogy rá tudjuk majd a bodyra tenni. Na hát ez egyelőre ennyi. Lássuk, mi van még a dobozba. Ismét le kell tegyem a kamerát. Itt van maga a készülék. Tehát itt van maga a készülék. D3300-as, hát sötétben nem sokat láttok, a Nikon logó, a gombok, amikkel kell beállításokat vezérelni, hát a fókusz nem nagyon szeretne ma engem eltalálni, na mindegy, fel ahova lehet a külön villanót felszerelni, az alján ahova tudjuk az állványra tenni, illetve ide jön még az aksi, hát próbálom úgy fordítani, hogy lássátok. Tehát oda jön az aksi. Másik oldalt HDMI csatlakozónak és az AV audio-videó kimenet, illetve hogyha externál mikrofont szeretnénk felkötni, akkor annak is itt van a kis doboza. A villanónak a gombjai. A másik oldalt pedig itt van maga a kijelző, ami egy elég nagy kijelző az előzőekhez képest. A vezérlő gombok, stb. Hát most nem fogjuk beindítani, a lényeg ez volt. Illetve leveszem még a... Itt van maga, ide jön rá felszerelve az optika.
amit majd később meg is teszek. Vagy a barátném. Na. Ezt is félretesszük egyelőre. Lássuk, mi van még a dobozban. A töltőnek a feje. Ezt most nem fogom kibontani. Az USB kábel, amivel tudjuk csatlakoztatni számítógéphez. Egy ilyen USB kábel úgyis jó a háznál. Az audio-videó kábelek, ezzel akár tévére lehet csatlakozni, vagy egyéb receiverekhez. Van egy ilyen kis, hát nem is tudom, hogy mondjam, ennek ilyen madzagféleség. Ezzel, amivel a nyakunkba tudjuk kötni, ha arról van szó. Felkötni nem tudjuk magunkat vele. Igen, illetve itt van maga a töltő. Ebbe fogjuk tölteni számítógépről, áramról. Ez természetesen amerikai szabvány. Azért van az átalakító is a csomagban. Illetve maga az akkumulátor. Kameráról specifikációkat most nem fogok mondani, mivel az interneten nyugodtan mindenki rákeresett. Pontosan leírják, hogy mi van benne, milyen specifikációk. A lényeg az, hogy 24,2 megapixeles, de ez úgyse a legnagyobb probléma, mivel úgyis az optikán múlik főleg a dolog. Ami nagy haladás a 3200-hoz képest, hogy videózni Full HD-ben tud, és 60 FPS sebességgel. Szóval ez egy ilyen hatalmas változás. Na, ennyi lett volna a videó, mindjárt következik még egy unboxing. Sziasztok!